Méltó programokkal emlékezett Hajdun Anás az 1920. június 4-én Magyarországra kényszerített trianoni békediktátum 100. évfordulóján. Sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkbe a Kereszténydemokrata Néppárt Hajdun Anási Alapszervezete, melyben a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emlékeznek és emlékeztetnek. A Hajdun Anási Polgári Összefogás képviselőcsoportja tartott sajtótájékoztatót a Városháza dísztermében. A koronavírus elleni védekezés újabb lépéseként egy hajdunánási vállalkozástól 3D-s nyomtatással készült maszkokat és arcvédő pajzsokat kapott az önkormányzat. Új sportolási lehetőségeknek teret adó létesítményt, szabadtéri kondiparkot avattak a ligetben. Kinyithatták kapuikat városunk középiskolái is, a Körösi Gimnáziumban és a Csiha Gyűző Szakközépiskolában is csak kis létszámú csoportoknak tartanak foglalkozásokat. A Hungarikum Bizottság május 21-i ülésén felvette a Magyar Értéktárba a hajdunánási szalmafeldolgozást. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. Száz esztendeje 1920. június 4-én írta alá Magyarország az első világháborút lezáró békediktátumot a Párizs melletti Nagy Trianon palota folyosóján. A győztes hatalmak egy méltatlan, egy újabb háború bekövetkeztét előrevetítő békét teremtettek, amelyek ország és nemzet csonkító tragikus következményeit Magyarország a mai napig nem heverte ki. A 100. évforduló alkalmából a városi szintű programok mellett a református egyházközség is méltó módon emlékezett a trianoni tragédiára. Délvidéki, őrvidéki, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi városok nevei mellett lépkedhetünk a főtéren, amelyek mint kísértetek fehér lábnyomai vezetik az érdeklődőt a trianoni emlékműhöz. Mellettük pedig költőink, mint útjelzők irányítottak egy-egy veretes versük vagy prózai műveik részletével. Magyarországot egy évszázada 1920. június 4-én soha nem látott országcsonkítás érte. A hazánkra kényszerített trianoni békediktátum következtében elcsatolták a történelmi Magyarország nagy részét lakóival egyetemben. Erre emlékeztünk 100 esztendő múltán is, a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én Hajdun Anáson is. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem, soha, amíg magyar lesz és emlékezet, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk-e földön, melyet magyar erőszerzet vitézül, s magyar ész és szív szerzett meg bizony. 1000 évnek vére, könnye, verejtékes munkája adta meg Szent Jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt a legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, és ma miénk volt a legszebb kékszalag, az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt nagy bánya, hol Ferenci festett mestereknek álma napfényes műveken feltündökölt, és egész világra árasztott derűt. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Váradon egy Adi énekelt, s holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha. A bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örök fészkeit. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. A himnusz közös eléneklése után az 1920-as évek egyik legnépszerűbb hazafias dalával folytatódott a megemlékezés Nagyné Bózsár Katalin előadásában. Hol szőke szellő, lenge szellő, játszik a tisztán, ott él egy nép legendák népül, ott az én hazám, hol hősi vár.
az a vezér, ki csillagoknak kégi húcsán vissza-vissza tél. Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagy világ. Ha zeng a zene szó, látom ragyogó szép ország. Táltos paripákon odaszállunk, az a hívő halom virág. Úgy sír a hegedű, vár egy gyönyörű. Ország. 2010 óta június 4-e hivatalosan emléknap, a Nemzeti Összetartozás napja. Emlékező beszédet ezúttal Szólád Tibor polgármester úr mondott. Pár napja még nem gondoltuk, hogy ilyen körülmények között tudunk együtt lenni, hiszen nem szokványos időket élünk, mint ahogy nem szokványos időket éltünk 100 évvel ezelőtt sem. Akkor, amikor Trianonról végre beszélhetünk, akkor föl tudjuk sorolni nagyjából azokat a kliséket, amiket az elmúlt évtizedekben megtanulhattunk arról, hogy 16 óra 32 perckor megszólaltak a harangok, és egy órán keresztül zúgtak és zokogott az ország. Együtt. Nem volt sem jobb oldal, nem volt sem bal oldal, nem volt sem északi, sem déli. Minden magyar együtt zokogott, hiszen érezték, hogy valami olyan történik, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Akkor, amikor megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan következhetett ez be, akkor mindenkinek csak arra hívom fel a figyelmét, ha bekapcsolja a televíziót és belenéz a parlamenti közvetítésekbe, nagyjából láthatja, hogy hogyan következhetett be Trianon. Jött egy sor olyan esemény a 20. században, amely vagy elfeledtette, vagy eltakarta ezeket a sebeket. Jött a II. Világháború, majd az követő orosz megszállás, szovjet megszállás minden következményével. Jött 56, majd a rendszerváltozás, amikor azt hittük, hogy végre lehet beszélni Trianonról, lehet beszélni azokról a fájdalmakról, amit a korábbi események okoztak. Majd jött 2004. december 4-e, egy fekete betűs nap a magyar történelemben, amikor magyart a magyar ellen uszított, és próbált elhitetni a nemzettel, hogy nincs közünk a határon túli magyarokhoz. 2010 egy új korszak kezdete a magyar történelemben, és engedjék meg, hogy személyesen is hálámat fejezzem ki a Jóistennek azért, hogy része lehettem annak a parlamentnek, aki kimondta azt, hogy minden magyarért a világon felelősséget vállal az a kormány, és azt gondolom, hogy ez a 10 év az pontosan bebizonyította, hogyha mi magyarok következetesen dolgozunk egy közös célért, akkor annak van látható eredménye. És itt vagyunk most 2020. június 4-én, egy olyan alkalom, ami nem ünneplésre ad okot, de mindenképpen megemlékezésre. És biztos vagyok benne, hogy a többség, aki most itt van, amikor majd egyszer az élete végén visszagondol a fontos eseményekre, akkor azt fogja gondolni, hogy a 100. évforduló az egy olyan nap volt, ami valamilyen formában mégis meghatározó vagy élményt hagyott az életében. A győztesek, akik minket nemzetként halálra ítéltek, ma önazonosságuk teljes feladásában rohannak abba a nemzet halálba, amely sorsot 100 évvel ezelőtt nekünk szántak. Mi magyarok, akiket próbára tett ugyan a Jóisten, véleményem szerint kiálltuk a próbát. Hisz ennyi év elteltével megfogyva bár, de törve nem, élhetünk magyarként az egész világon. Veszteségeink felfoghatatlanok. Rengeteg kín és szenvedés jutott osztályrészünkül, de a 100 éve nem történt volna a Trianon történelmi tragédiája, ma, véleményem szerint, biztosan nem lehetnénk Európa lelkiismerete. Nagy árat fizettünk érte, igazságtalannak is tarthatjuk, de a történelem ura
nem emberi léptékekkel mér. Gondoljanak bele, az a 100 év, ami eltelt, az nagyjából 4 emberöltő. És ma már senki nincs a Kárpát-medencében, aki emlékezne arra, vagy megélte volna azt, hogy milyen egy normálisan működő Nagy Magyarországon élni. Csak elképzeléseink lehetnek, hogy milyen lehetett az, de azt gondolom, hogy az meg egy csoda, hogy mégis 100 év elmúltával, ennyi nyomorúság után, mégis abban legalábbis, hogy életképesek vagyunk, hogy a Kárpát-medence szinte minden területén vannak kisebb-nagyobb közösségek, aki az élni akarásukról naponta adnak tanúbizonyságot. Az elmúlt 100 évet veszteségként éltük meg, akár azt is mondhatjuk, hogy ezt az évszázadot elveszítettük mi magyarok. Most a következő évszázad formálódik. Kedves testvéreim, kedves barátaim, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy nyertesei lehessünk magyarként és európaiként. A folytatásban az Aranyszalma Néptánc Együttes az elcsatolt területek néptánckincseiből mutatott be összeállítást. Így a Felvidékről Gömöri, Kárpátaljáról Nagy-Dobronyi, Erdélyből Felcsiki székelytáncokat láthattunk. Intézmények, szervezetek, pártok, magánszemélyek borították virágba a trianoni emlékművet a koszorúzás során. Thank you.
A koszorúzást követően Juhász Gyula Csáktornya című versét adta elő Nagy Róbert. Nem voltam itt. De a rozsdás avarba bús lelkem bejárt a százszor a helyet, hozrényílt. Ki a búsult magyarba tüzes igével hitet égetett. Az erdő áll még. Ősi koronáján hárfáz a szél, és vihar orgonál. De földdel egyek már az ősi bástyák, s reményeinknek földje oly kopár. Ma már düledék vár a lőn szigetnek, egész hazánk, s a késő énekesnek bús lelke sírva járja az avart, és néma daccal, folytott fájdalommal idézi ősét, aki a porba rogyva vérével írta: ne bánsd a magyart! Az idei Nemzeti Összetartozás napi városi megemlékezés a szózat és a székely himnusz eléneklésével zárult. Nem zárult a megemlékező programok sora. 100 évvel ezelőtt a trianoni békediktátum aláírásának időpontjában az egész országban egy órán át zúgtak a harangok, így fejezve ki a mérhetetlen gyászt. Ennek emlékére országszerte ismét megszólaltak a harangok délután 16 óra 32 perckor, amelyek 100 másodpercig zengtek és emlékeztettek a 100 évvel ezelőtti tragédiára. Követően a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ verses zenés emlékműsorát hallgathatták a főtér és környékén járókelők, illetve az itt lakók. Most a Rónán nyár tüzében ring a déli bál, tüzek gyúlnak, vakít a fény, ragyog a világ. Dombok ormain érik már a bor, valamennyi vén akácva megy a szonycsokor. Zöld arany a pázsit sejme kék ezüst a tó, csendes éjjel halkan felsír a tárogató. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó, ott, ahol kiemlett annyi drága vér, egy ezred évről mond mesét a szél. Búg a kürt az ősi várfokán, honvéd áll a hargitán.
Erdély szent bércére zúgva száll, visszaszáll a magyar turulmadár. A megemlékezésekből sajátos módon vette ki részét a Bocskai István Általános Iskola. Az intézmény pedagógusai és diákjai mellett bárki felolvashatta az általa kiválasztott verset, prózai munkát vagy történelmi dokumentum részletet. Vágmenti Trencsén nagy íves hídja, Pozsony, Zoborhegy és a híres Nyitra. Zsolna, melyet a zsebrák megrabolt, ez mind magyar volt, ez mind magyar volt. Tátrán a csúcs, hegyormon lúcfenyő, Hernád, mely hozzánk Raphegyen lejő. Hamvőrző kassán Dán felett a hold, ez mind magyar volt, mind magyar volt. Bistei Attila első világháborús katonanótával idézte meg azokat a sorsfordító háborús éveket. Este későn megperdítik a dobot, este későn megperdítik a dobot, s kiadják a nehéz parancsolatot. S kiadják a nehéz parancsolatot. Mint ismeretes, az iskola már jó 10 esztendeje gyógyítja a Trianon ütötte sebeket. Pedagógusai és diákjai a Partium több településére is járnak a hídépítés határon innen és túl program keretében. Ebből a 100 évből mi már közel 10 év szolgálatot vállaltunk, hogy gyógyítsuk a sebeket, hogy barátságokat kössünk, és hidakon járjunk át egymáshoz. Van ennek a közösségnek egy olyan programja, amit úgy hívnak, hogy hídépítés határon innen és túl. Mint mondottam, közel 10 éve működik. Sok települést bejártunk, sok hajdúnellenesi felnőttet és gyermeket elvittünk, hogy érezzék, hogyha átlépünk a határon, ott is magyarul szólnak hozzánk többnyire a gyerekek, a felnőttek, a mosolyuk ugyanaz, a gondjaik viszont sokkal többek. Az elmúlt közel 10 évben több településen szolgáltunk. Nagyváradon, Lesen, ami Nagyvárad melletti település, Nagyszántó, Jankafalva, Biharti Jószeg, Csokaj, Szent Jobb, Poklostelek, és gyönyörű kapcsolat köt bennünket össze Gyulafehérvárral. Mindemellett nem egészen 10 éve kapcsolatot alakítottunk ki a kárpátaljai testvéreinkkel, Barkaszó középiskolával, és azt az elmúlt években még tovább bővítettük, mert Tisza keresztúr is kedves hely lett számunkra, ahová kijártunk, illetve az elfelejtett gyerekek Nagyszőlősön és Munkácson. A 100 éves helyi megemlékezésnek részese volt a református egyházközség is. Délután 17 órától ünnepi istentisztelet várta a híveket és az érdeklődőket a református templomban. Az elszakítottságban élőknek a magyarság megőrzésében mindig és mindenkor óriási lelkitámaszt adtak az egyházak. Így napjainkban is. A Partiumbeli Tasnád református egyházközsége testvérgyülekezetének igei köszöntését tolmácsolta videóüzenetben Pakulár István nagytiszteletű úr. Kedves testvéreim! Gondolkodtam, hogy most miként szólíthatnálak meg benneteket. Sok lehetőség áll a rendelkezésemre, de úgy döntöttem, hogy ma igazán a testvéreket szólítom meg. Mert a testvér feltételezi a közös eredetet, a közös származást, az egy vérből való létet. Szeretettel köszöntöm hát a testvéreimet. Hasonló módon volt velünk a Magyar Lapádi Református Egyházközség részéről Borbándi András nagytiszteletű úr is. Menjen jó atyánk, tartsd meg az anyaországot! Adj nekik szerinted való bölcs vezetőket mindig!
mert csak ők tudnak vigyázni a nyájra, a mi népünkre. És tartsd mindazokat, akik idegen uralom alatt vannak, akik elszakítattak, akiknek sanyarú a sorsuk, akikkel gúnyolódnak, akiket kiforgatnak mindenükből sokszor, akiket semmibe vesznek, és akiknek soha nincsen igazuk itt a földön. Áldj meg bennünket, Atya, Fiú, Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Igei köszöntőt ezúttal Gacsai Gábor nagy tiszteletű úr mondott. 100 évvel ezelőtt zúgtak a harangok, és az emberek sírtak. Sírás és harang. Igen, ha meghallgatjuk és elolvassuk azokat az előadásokat, illetve tanulmányokat, látunk képeket, menekülőket, összeroskadtakat, anyákat, apákat, beleképzeljük egy kicsit magunkat az ő helyükbe. Mi lesz velünk? Mert ez fáj. Ez egy tragédia volt. És most sem lehet másképpen érezni, aki magyar, annak fáj Trianon. De így is mondhatom, magyar az, akinek Trianon fáj. Mi fáj? Fáj az igazságtalanság. Fáj a népek önrendelkezésének semmibe vétele. Fáj nem egy békeszerződés, ott mégis valahogy a másikra tekintettel vannak. Fáj a béke diktátum, ahol az egyik leül, és elmondja a vesztesnek, hogy mit akar ő. Így volt 100 évvel ezelőtt is. Már előtte megtörtént a döntés. 1920. június 4-én 16 óra 32 perckor csak aláírták. Már előtte több mint egy évig dolgoztak azon a nagy hatalmak, hogy hogyan osztozkodjanak. És az első dolog, amit el kell mondanunk itt, nagyon furcsa, de háladásképpen, hogy 100 évig megtartott bennünket az Isten. Halottnak szántak bennünket, vagy halálra ítéltek bennünket, mégis élünk. És mégis élnek. És amikor oda megyünk, akik átjárunk, testvérgyülekezeti kapcsolat tanítani, vagy bármi más módon, ismerősökhöz, ma már barátokhoz, talán még testvérekhez is, igen, 100 év. És élnek. Élnek annak ellenére, és élünk annak ellenére, hogy az öröklésünk birtoklókra szállt. Trianon sebei nehezen gyógyulnak, de rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés, írta József Attila a Dunánál című versében 1936-ban. Anyám kun volt, apám félig székely, félig román vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha már miatt, ez az elmúlás, ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk, megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős.
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik. Apám s anyám már válok boldogan, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok. Minden, ami volt, van. A sok nemzedék, mely egymásra tör, a honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőci és Dúzsa, török, tatár, tót, román kavarog e szívben, mely e múltnak már adósa szelíd jövővel. Mai magyarok, én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, s nem is kevés. Kocsis Áron tiszteletes úr emlékbeszédében végigjárta azt a fájdalmas történelmi utat, amely Trianonig és azon túl is vezetett. Trianon talán olyan, hogyha egy másik példát megengednek, mint az a maszk, ami rajtunk van. Nehéz lélegezni benne. Valamitől visszatart, valamit talán távol is tart, de nehéz benne lélegezni. Trianonban nehéz lélegezni, Trianon után nehéz magyarként levegőt venni. De mégis kell, mégis muszáj, mégis lehet. A sötétedés beálltával megható közösségi emlékezés kezdődött. Gyertyák, mécsesek, aprócska lángjai, mint az emlékezés őrtüzei üzentek a házak, lakások ablakaiból. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkbe a Keresztény Demokrata Néppárt hajdunánási alapszervezete, amelyben a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emlékeznek és emlékeztetnek. Idézem a közlemény szövegét. 100 év 4 emberöltő telt el a szégyenletes trianoni békediktátum ránk kényszerítése óta, 4 generáció magyarjai születtek idegen állampolgárként a szomszédos országokban. Több millió magyar érezhette, hogy magára maradt. Megfosztották múltjától, kultúrájától, gyökereitől. Sokszor erőszakos asszimilációval törekedtek felszámolni magyarságukat, nyelvismeretüket. Anyaországon kívül maradt honfitársainknak a megalázó 100 év erőszakos beolvasztását követően 2004-ben szembe kellett nézniük a saját népük egy részének elutasításával. A baloldali megtévesztő kampánynak köszönhetően honfitársaink elutasítóan nyilatkoztak saját testvéreinkről. Szerencsére ez az időszak véget ért. Napjainkban mindenkinek nyilvánvalóvá vált, hogy az anyaországon kívül szakadt testvéreinkkel összetartozunk. Határoktól, közigazgatástól, távolságtól és megpróbáltatásoktól függetlenül. Vas Albert ezt így fogalmazta meg. Szegény magyar testvérem, valahol Budapesten vagy az Alföldön, vagy távol Dunántúl sajnállak, mert te nem ismerheted ezt az érzést. Nem tudhatod, mi az honvédeket várni. Sajnállak, mert te nem éltél rabságban 22 évet, nem szenvedtél megaláztatást, nem tűrtél idegen parancsot. Téged nem üldöztek, nem raboltak, nem voltál megvetés céltáblája magyarságod miatt. Te nem is tudhatod igazán, hogy mi az, amit éreztünk akkor. Az egész testünk egyetlen szív volt, az egész utca egyetlen szív volt, az egész világ egyetlen szív volt, és ez a szív úgy vert és dobogott, hogy nem lehetett már bírni vele. Úgy éreztük, hogy a szívünk ketté hasad és szétnyílt. Kiömlött belőle minden, ami évek óta felgyűlt, s mesztelen csupasz szívünk ott pirostott tisztán és feltárva a honvédek előtt, akik eljöttek, akik a mieink. Egymás segítése, egymásra való odafigyelés erősíti szellemünket, kitartásunkat, meggyőzővé teszi küzdelmünket, kultúránk, nyelvünk, önazonosságunk megőrzése érdekében. Minden magyar összefogva egymásért, közösen megerősödve tartjuk meg magyarságunkat, őrizzük hagyományainkat, védjük meg őseink örökségét. A közös kitartó munka elősegíti fejlődésünket, megszületendő gyerekeink, unokáink tovább viszik nyelvünket és kultúránkat.
Így él tovább az egységes magyar nemzet határok felett, az egész világon, hiszen mind egy vérből valók vagyunk, ezért örökre összetartozunk. Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség, a KDNP hajdunánási alapszervezete. Sajtótájékoztatót tartott a képviselőtestület polgári összefogás képviselőcsoportja. A tájékoztatón az önkormányzat munkáját érintő aktualitásokról szóltak a képviselők. Külsős bizottsági tagokkal kibővített rendhagyó sajtótájékoztatót tartott június 5-én a polgári összefogás képviselőcsoportja a Városháza dísztermében, amely elsőrenden a veszélyhelyzet alatt végzett önkormányzati munkáról szólt, illetve az összefogás hajdunállásért képviselőcsoport sajtótájékoztatóján elhangzottak cáfolatáról. A képviselőcsoport ugyanis a polgármester szavahihetőségét és döntésének jogszerűségét kérdőjelezte meg egy a művelődési, oktatási, ifjúsági és sportbizottságot érintő kérdés kapcsán. A tájékoztató a hajdunállási újság június 4-i számában nyomtatott formában is megjelent. Fontos az elején hangsúlyozni azt, hogy ami márciusban elindult, azt szándékosan szüneteltettük egészen a mai napig. Közben egy sajtótájékoztatónk volt, amit jó magam tartottam aktuális kérdésekről, de direkt politikai kérdésekkel nem foglalkoztunk. Úgy ítéltük meg, hogy az elmúlt időszak a veszélyhelyzet időszaka a tettekről szól, azokról a tettekről, amelyek embereknek az életét, munkáját, egzisztenciáját mentheti meg. Szólat Tibor polgármester úr röviden összegezte az elmúlt 3 hónap legfontosabb történéseit, amelyek eredményeként működőképes tudott maradni a város. Az elmúlt időszakban 3 fontos célt fogalmazhatunk meg, amiben igyekeztünk helytállni. Az egyik a vírushelyzetnek a kezelése, ebben volt egy egészségügyi rész, itt nem kezdek ebben mélyebben belemenni, fantasztikusan sok munkát és nagyon egy sor új helyzetet jelentett, de arról tudok beszámolni, hogy úgy tudtuk ezt az időszakot zárni, hogy hajdunálláson nem történt megbetegedés, és tulajdonképpen az ellátás nem okozott fennakadás, természetesen új helyzet volt, de én nagyon szépen köszönöm mindenkinek az elvégzett munkáját, szerintem egy fantasztikus csapat állt helyt ebben a kérdéskörben is. Mindent elkövettünk azért, hogy a megkezdett beruházásaink azok ne álljanak meg. Szerintem ez egy nagyon fontos elvárás volt önmagunk felé. Ebben is nagyon komoly, megfeszített munka van, de láthatja a város lakossága, hogy megy a zöldváros projekt, a Ligetben komoly előrelépés van, megy az útépítési projektünk. És a harmadik eleme a munkánknak pedig arról szólt, hogy egy sor olyan fejlesztés előkészítésében vagyunk benne, ami a város jövője tekintetében nagyon komoly lehetőségekkel bír. Ebben is hatalmas munka van, és mindezt a hármas egységet úgy kellett elérni, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy egyrészt egyszemélyes döntéseket kellett hoznom, ennek nyilvánvalóan van felelősségi oldala, másrésztről én igyekeztem folyamatosan a képviselőcsoportoknak a véleményét kikérni. Itt szeretnék egy gondolatot hozzátenni. Akkor, amikor kikérem a véleményüket, és mondjuk teljesen ellentétes véleménye van a két képviselőcsoportnak, abból nagyon nehéz szintetizálni egy olyan álláspontot, ami mind a két fél számára elfogadható, de nyilván a döntés felelőssége az enyém volt, így kellett ezeket a döntéseket meghoznom. Így hoztam meg egyébként a MOIS-ban kapcsolatos döntést is. Ez a hisztéria, ami most e körül zajlik, én abszolút nem értem. Ha átülök a másik oldalra, és megkérdezem a város lakosságát, megkérdezem a civil szervezeteket, és megkérdezem a sportszervezeteket, az ő részükről semmiféle változást nincs az életükben. Sőt, én azt gondolom, hogy mivel várták már, hiszen a veszélyhelyzet miatt ugyan maradtak el itt most rendezvények, de az első 3 hónapban ezek a civil szervezetek, ezek a sportszervezetek működtek, illetve láthatjuk azt, hogy a nyár elejétől újra sportrendezvények lesznek, és civil szervezetek is rendezvényeket szervezhetnek. Én azt a célt tűztem magam elé ki, hogy minél gyorsabban ezekhez a forrásokhoz hozzájuthassanak. Az álláspont az volt, hogy 30%-kal csökkentsük a tavalyi évhez képest a támogatásokat, én ezt elfogadtam, így történt, megállapításra kerültek a támogatási összegek, és a szerződéskötések folyamatban vannak, remélem minél hamarabb a sport és civil szervezetek hozzájutnak ezekhez a forrásokhoz. Dr. Kis Ágnes, a pénzügyi és ügyrendi bizottság külsős tagja, részletesen kifejtette a polgármester döntésének jogszerűségét. Ebben az évben a 7/2020-as
önkormányzati rendelet szabályozta, illetve szabályozza a mi költségvetésünket. Ebben a költségvetési rendeletben a 4 szakasz 3, 5 és 6 bekezdései foglalkoznak azzal, hogy a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság mire jogosult. A polgármester egyeztetett ebben a körben, két alkalommal módosította a város 2020 évi költségvetését, mely során az elsődleges szempont, ahogyan ezt el is mondta, a kiadások csökkentése, a város pénzügyi stabilitásának a megőrzése volt. A polgármester rendszeresen és írásban is tájékoztatta a képviselőket, és megtette a megtett és a megteendő feladatokról egyaránt. A polgármester 2020. április 30-ai hírlevelében rögzítette, hogy várható az úgynevezett civil szervezetek, benne a sportegyesületek támogatásának áttekintése és csökkentése. Ezt ő úgy nevezte ebben a hírlevelében, hogy az önkormányzati lábat érintő döntések. Ennek a négyes pontja szólt erről a várható intézkedésről. Miután az önkormányzat pénzügyi helyzetét megismerték, és dönteni kellett arról, de úgy gondolom, hogy ebben is konszenzus volt, a civil szervezeteket érintő költségvetési összeg nagyságrendileg 30%-kal csökkent. Ezek után nyilvánvaló ennek a csökkentett összegnek a felhasználásáról is felelősen kellett dönteni. Az önkormányzati rendelet, a költségvetési rendelet módosításáról a 11/2020-as önkormányzati rendeletben hozott döntést egy személyben, ahogyan mondtam, a törvényi felhatalmazásnak megfelelően. Ebben a rendeletben a 4-es szakasz 3-5-6 bekezdései megváltoztak, ehelyett a következők léptek, és ezt szeretném ismertetni is. Azt gondolom, hogy fontos mindenkinek taxatív módon megismerni ezt a törvényi, vagy ezt a helyi rendeleti szakasz bekezdést. Helyi önszerveződő közösségek támogatására biztosított előirányzat felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a képviselőtestület jogosult. A sportcélú támogatások, egyesületek, sportkörök, klubok közötti felosztásáról a képviselőtestület dönt. A támogatások folyósítása időarányosan történik. A kedvezményezeteket évvégén elszámolási kötelezettség terheli. Az utolsó hat bekezdés pedig így szól, a város rendezvényekre és kiadványokra biztosított céljellegű előirányzat felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Összefoglalóan annyit tudok mondani Bódi Judit képviselőasszonynak a eszmefuttatásával kapcsolatban, hogy a polgármester nem vonta meg a bizottság jogkörét, ezt a megvonászót mindenképpen kerüljük. Jogköre a bizottságnak nincs, az ugyanis egy hatáskör, amely hatósági jogkört jelent, a feladat és a hatáskör tekintetében történt módosulás. Tehát amennyiben ez a feladat és hatáskör módosításra került, az pedig úgy szól, ahogy az előbb azt említettem, tehát nem ők döntenek, de a véleményezési joguk a továbbiakban is fennmarad, és ez a két lépcsős megoldás álláspontunk szerint sokkal jobban szolgálja a civil szervezetek érdekét. Az is téves volt ebben a Hajdon János újságban megjelent írásban, hogy a pénzügyi ügyrendi bizottság ezt megelőzően sem most a jelen szervezeti működési szabályzatoknak megfelelően nem rendelkezik támogatásokkal kapcsolatos döntési jogosultsággal. Van egy kivétel, az pedig, hogyha még ezt el szabad mondani, az az a szabály, amikor annak a civil szervezetnek a törvényes képviselője, aki a kérelmet előterjeszti a támogatási igényével kapcsolatban, érintett lenne a döntés meghozatalában, ebben az esetben kapja a PÜB azt a hatáskört, hogy ezt a lehetőséget ő gyakorolja, de ez csak egy kivételes, összeférhetetlenségi rendelkezés. Nagyné Juhász Krisztina, a képviselőcsoport vezetője, felrótta az összefogás Hajdon Jánosért képviselőcsoportnak az önkormányzati munka során tanúsított hozzáállásukat. Már a ciklus elején is nagyon fontosnak tartottuk a baloldalnak felajánlani az együttműködési szándékunkat. Sajnos az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy bármilyen jó szándékkal is közeledtünk, ez az együttműködés nagyon akadozott, és a baloldalnak sok minden nem volt jó. Sokszor látjuk azokat az üzeneteket a baloldal részéről, amelyet a lakosság felé közvetít, amelyek a szavahihetőségről szólnak. Sokszor kérik azt, hogy ne üzengessünk egymásnak, ezzel szemben rendszeres üzeneteket kapunk az interneten és a Facebookon a másik képviselőcsoporttól, még akár este 10 órakor is.
Folyamatosan azt mondják, hogy nem hallgatjuk meg őket, miközben a javaslataik még beépítésre is kerülnek. Éppen polgármester úr mondta el az előbb, hogy a döntésekben igenis figyelembe veszi a javaslataikat, és sokszor azt halljuk a másik oldal képviselőitől, hogy nem tudják az információkat. Ezzel szemben minden héten az anyagot e-mailben kapják meg. Azt is mondják, hogy nem tudnak semmit, és nem mondhatják el a véleményüket. Közben az általuk delegált alpolgármester, Török István itt ül és közvetítheti a véleményt, mindenről tud. Akkor feltehetjük a kérdést ezek alapján, hogy ki az, aki félretájékoztatja a lakosságot. Tehát pontosan az ellenkezőjét teszik annak, mint amit mondanak, és többször kértük már az ellenzéket, és itt is megkérjük a baloldalt, hogy a városban legyenek szívesek abba hagyni ezt a hangulatkeltést, és valódi összefogásként viselkedjenek, ne csak a nevükben, hanem a tetteikben is. Nagyné Legény Ildikó alpolgármesterasszony az Összefogás Hajdúnánásért képviselőcsoport eddigi tevékenységéről szólva éppen az összefogást hiányolta. Mit is tett ezzel szemben a baloldal? Folyamatos támadást ellenünk és a meghozott döntések ellen, és még egyszer mondom, ez olyan energiákat veszel tőlünk és a munkánktól, ami egyrészt nem méltó, másrészt pedig nagyon nehéz helyzetbe sodor mindenkit. Visszautalnék egyébként, Török István alpolgármester úrral volt egy közös sajtótájékoztatónk, és ő is elmondta azt, hogy olyan gazdasági fejlődés előtt vagyunk, és olyan gazdasági fejlesztési lehetőségeink vannak, amit ő mindenképpen támogat, és amin ő dolgozni szeretne, és a saját képviselőcsoportja az, ami nehéz helyzetbe hozza ezekkel a folyamatos támadásokkal. A sajtótájékoztatót Csíszár Imre alpolgármester úr az alábbi szavakkal zárta. Ha valaki visszatekint majd erre az időszakra, évekkel, évtizedekkel ezután, az valószínűleg egy kicsit furcsálni fogja, hogy amikor az egész ország válnak vetve küzd a járvány ellen, bizonyos politikai szervek, szervezetek arra használják ki, hogy gyakorlatilag egyfajta kampányt folytassanak. Ellent mond az erkölcsnek, a józanésznek, de mondhatnánk a politikai logikának is az, hogy olyan időszakban, amikor az emberek rendkívüli módon ki vannak szolgáltatva, rendkívül nehéz élethelyzetben vannak, azzal töltsék az idejüket, hogy agitáljanak, ellene fordítsák az embereket az aktuális kormányzati intézkedéseknek, vagy akár helyi szinten napról napra, hétről hétre olyan sajtótájékoztatókat tartsanak, ahol valótlan színben tüntetik fel a város vezetését, illetve a polgári képviselőcsoport és a hozzá kapcsolódó külső bizottsági tagokat. Ez megengedhetetlen. Erősebb szavakat is használhatnánk rá, de jó nevetségünk ezt nem engedi meg. Én abba bízok, hogy a tegnapi nappal egy új időszámítás kezdődött, a következő 100 év, amely ténylegesen arról fog szólni, hogy összefogunk és közösen a hazáért, illetve szűkebb hazánkért, Hajdúnánásért fogunk tevékenykedni. A koronavírus elleni védekezés újabb lépése lehet a már ismert hagyományos technológiával készített textilmaszkok használatán túl a legmodernebb úgynevezett 3D nyomtatással előállított maszkok és arcvédő pajzsok használata. A 3D nyomtatás segítségével előzetesen megtervezett térbeli modellek alapján tudnak tárgyakat gyártani, különböző műanyag, kompozit és napjainkban már fém alapanyagokból is. A koronavírus járvány hazánkban is jelentős erőket mozgatott meg a 3D nyomtatással foglalkozó csoportok és vállalkozások között, hogy orvosi eszközöket, alkatrészeket, védőfelszereléseket gyártsanak, hogy a lehető leghamarabb a hazai orvosok és önkormányzatok segítségére siessenek. A Hajdúnánási Önkormányzat Kozma Zsolt helyi vállalkozótól ilyen 3D technológiával készült 50 darab arcmaszkot és 50 darab egészségvédelmi arcvédő pajzsot kapott a koronavírus elleni védekezést segítve. A maszkok és az egész arcot takaró arcvédő pajzsok a fertőzések megelőzésére, köhögés vagy cseppfertőzés elleni védelemre szolgálnak, mellyel elsősorban az egészségügyben dolgozók munkáját szeretnék megkönnyíteni. Most pedig kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika eddigi témái. Trianon 100 városi megemlékezés június 4-én az első világháborút lezáró trianoni békediktátum századik évfordulóján.
Sajtóközleményben emlékezik és emlékeztet a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára a Kereszténydemokrata Néppárt hajdunánási alapszervezete. Aktuális önkormányzati témákról tartott sajtótájékoztatót a Polgári Összefogás képviselőcsoportja. Egy helyi vállalkozás által 3D-s nyomtatással készült maszkokat és arcvédő pajzsokat kapott az önkormányzat a koronavírus elleni védekezést segítve, mellyel elsősorban az egészségügyben dolgozók munkáját szeretnék megkönnyíteni. Apukám nagyon bátor. Amikor szükség van rá, akkor mindig segít. Apukám nagyon erős. Nagyon sok homokkal teli zsákot meg tud emelni, és ha kell, még kerítést is tud építeni. Apukám vigyáz ránk. Apukám vigyáz mindenkire. Van, amikor emiatt távol van tőlünk. Olyankor nagyon hiányzik, és alig várom, hogy hazajöjjön és megölelhessem. Apukámnak nagyon sok barátja van, ők a második családja. Ők a mi nagy családunk. Apukámnak nem munkája van, hanem hivatása. Apukám katona. Apukám egy hős. Szeretem az apukámat. Most pedig kérem, tekintsék meg, mivel várjuk Önöket műsorunk hátralévő részében. Új sportolási lehetőségeknek teret adó létesítményt, szabadtéri kondiparkot avattak a Ligetben. Kinyithatták kapuikat városunk középiskolái is, a Körösi Gimnáziumban és a Csiha Győző Szakközépiskolában is csak kis létszámú csoportoknak tartanak foglalkozásokat. A Hungarikum Bizottság május 21-e ülésén felvette a Magyar Értéktárba a hajdunánesi szalmafeldolgozást. Új helyszínnel bővült a sportolási és szabadidős tevékenységre alkalmas színterek palettája Hajdunánáson. A zöld területekben bővelkedő Ligetben szabadtéri kondiparkot adtak át május 29-én, így további funkciókkal bővült a város egyik legszebb közterülete. Május 29-én szabadtéri kondiparkot adtak át a hajdunánási Ligetben, mellyel újabb állomásához érkezett a város egyik legszebb területének fejlesztése. Ez egy jelképes átadás volt, ezzel szerettem volna Nagy Józsi bácsinak megköszönni azt a elkötelezettséget, amit folyamatosan mutatnak a város iránt. Egy megkeresés érkezett hozzánk tőle, hogy a Testnevelési Egyetemen olyan bontási munkálatok vannak, ahol sok olyan hasznos, értékes sporttelepen vagy egyáltalán közösségi tereken használható eszközök, berendezések vannak, amit mondjuk azt, hogy nagyon jutányos áron meg lehetett vásárolni. Ilyen volt ez a kondi park is, és tulajdonképpen nagyjából egy év elteltével pedig itt áll. Most már van olyan állapotban a Liget, hogy akár gyerekes családok, akár több generáció is megjelenjen, szerintem most már szépen használható a Liget. Hú, ez nagyon impozáns és szép. Az a, hát igaz? Ezt is újra burkoltuk, ami kellett hozzá, hogy nagyon olyan legyen. A Hajdunánásról elszármazott Nagy József szülővárosa iránti elköteleződésének is köszönhető, hogy sikerült megvalósítani a kondipark létesítését. Köztudott, hogy én hajdunánási születési vagyok, és nagyon erős kötődéssel rendelkezem ez iránt. Tehát az előzményekben volt a Pituk József festőmésznek hagyatékát, a főműveit ide ajándékoztam, ami nagyszerű örömet tölt, hogy nagyon
szépen alakul a múzeumnak a új kialakítása. Ami a Kondi partra vonatkozik, én nagyon jó kapcsolatrendben rendelkezem különböző egyetemekkel, köztük a Tesnei is egyetem, és aztól kértem, hogy mi a szándékuk a Kondi parkkal kapcsolatosan, és teret adtak, hogy ezt el lehet szállítani, és egyből hagydonállásra gondoltam, hogy ez egy közösségnek a használatára, tehát sportolási célra, ez jó lenne, hogy ide lenne elhelyezve. A terület felújításánál fő szempont volt, hogy egy olyan közparkot alakítsanak ki a Ligetben, amely minden generáció számára kikapcsolódási lehetőséget biztosít. A cél az, hogy egy olyan közösségi zöld felület legyen, ahol több generáció is megtalálja az időtöltését. Alapvetően sport aktivitásra lesz még lehetőség, egy futókör fog alakulni még a nyár folyamán, magát a szociális létesítményt fogjuk bővíteni, hogy mosdó álljon rendelkezésre itt a parknak a területén. Egy stég fog elkészülni, a tavat szeretném még egy picit komfortosítani, és tulajdonképpen kialakul egy olyan fás, ligetes rész, ami szerintem nagyon jó időtöltés lesz. Éppen formálódóban van, napokon belül el fog készülni az a pumpapálya, gyerekek így hívják, gyakorlatilag a gyerekek számára egy olyan terepkerékpár pálya, ami újabb ilyen sportaktivitás lehet, és egy sor olyan filagória, főzőhely fog kihelyezésre kerülni, ami pedig abban fog segíteni, hogy akár az idősebbek, hogyha kijönnek, vagy az egész család kijön, akkor főzési lehetőség is legyen a Ligetben. A Liget fejlesztésének köszönhetően nem csak a sportolási és szabadidős tevékenységre alkalmas színterek palettája bővült Hajdunánáson, de a közösség fejlesztés szempontjából is nagy jelentősége van. Kötődések jönnek ezáltal, én szerintem létre. Kötődés azt jelenti, hogy szeressék a szülőhelyüket, szeressék a közösséget, mert egy találkozó hely is létrejön, és egymás között kisebb verseny is alakulhat ki esetleg, vagy barátok szövődnek. Nem csak kutyas észrátartás, hanem ilyen szempontból is azért, mert létrejön egy ilyen kapcsolatrendszer, hogy is sportolnak az emberek. És hát nem kell mondani, ez egy egészségi szempontból is az egy remek dolognak tartom, meg impozáns beilleszkedik a jelenlegi építmények közé is ez a Kondi Park. A további területrendezéseket és fejlesztéseket követően a Liget akár nagyobb rendezvényeknek is színteret biztosíthat a jövőben. Itt, ahol vagyunk, ez a nagy térkövezet rész, itt gyakorlatilag a rendezvény sátornak el vannak helyezve a talpcsavarjai, ezekre van most rátéve ez az ülőke. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve, hogyha bármilyen nagyobb rendezvényt akarunk esetleg itt a Ligetben szervezni, aránylag komfortosan egyszerűen meg tudjuk tenni. Áram van, gyakorlatilag áramforrás, vételi lehetőség van, áramforrás van gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy szép lassan most már azt mondhatjuk, hogy az a fajta elképzelés, hogy ebből a illegális hulladékladakóban egy közpark legyen, annak most már nagyon közelébe vagyunk. Tél folyamán elkészült egy szánkópálya, én egy focipályát szeretnék, még itt ehhez megvan egy-két olyan pont az egyetemről származó hálórendszer, ami szerintem ezt nagyban elősegíti. Szóval azt gondolom, hogy szép lassan be tudjuk újra lakni a Ligetet. A könnyítéseknek köszönhetően megnyithatta kapuit városunk két középiskolája is. Igaz, a tanévből még hátra van két hét, azonban a felzárkóztató oktatásokon és kiscsoportos foglalkoztatásokon kívül egyéb eseményt már nem terveztek. Azonban, ha minden a tervek szerint alakul, a szabályok betartása mellett egy rövid ballagás keretében el tudnak köszönni az idei tanévtől diákok és pedagógusok egyaránt. Üres folyosó, jobbára kihalt iskolaudvar, de nyitott kapuk. Ez jellemzi a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumot is, ahol jelenleg kis csoportos formában, de visszatérhettek a járvány után a diákok az iskola falai közé. Június 2-től van lehetőség arra, hogy kis csoportos foglalkozásokat, felzárkóztató foglalkozásokat lehet tartani. Nálunk él ez a rendszer, elsősorban idegen nyelvekből, tehát angol és orosz csoportok jönnek,
biológiából, kémiából, laborfoglalkozások, matematikából nyilván kis csoportos, még inkább a jobb megértést elősegítőeket tartanak a kollégák, de az utolsó tanítási héten kint az udvaron osztályfőnöki órákkal zárják a tanévet, megbeszélik a tapasztalatokat a kollégák a gyerekekkel. Szükség is van erre, hiszen bő 2 hónapig nem találkozhattak egymással a diákok és a tanárok, és hiába a digitális technika, az ember alapvetően társas lény és igényli a fizikai kapcsolattartást. Éppen ezért jó lett volna, ha a könnyítések után visszatérhetnek a gyerekek, de sajnos erre nem volt lehetőség. Én titkon nagyon reménykedtem, mert ez az utolsó 2 hét igazából, ha normál menetrendben vagyunk, akkor is már csak azoknak a gyerekeknek a jegycsinosításáról szól, akik többet akarnak, jobbat akarnak, de egyfajta lezárást mindenképpen jelent. A rendszerezés része nagyon fontos egy tanévvégi anyagnak, hogy ezt elvégeztük ebben az évben, a következőben ez vár ránk. Hát ez most úgy néz ki, hogy ugye kimarad. Ahogyan kimaradt vagy elmaradt a ballagás, a klasszikus érettségi, amelynek csak az írásbeli részét tartották meg, és sok más egyéb is. Bár volt olyan ballagó osztály, amely élelmes volt, és ha bőven utólagosan is, de megtartotta a pedagógusoknak szóló szerenádját úgy, hogy az enyhítések után meghívták a tanárokat az iskolába. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint porba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled, bár a lényeget. Ha még nem értél, nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Furcsa volt vagy sem, az elmúlt bő 2 hónap azért nem csak a kényszer megoldásokról marad majd emlékezetes, hiszen azért hozott mindez magával olyan dolgokat is, amelyeket érdemes a jövőben is felhasználni. Nagyon sok új felülettel, új technikával, módszerrel ismerkedtünk meg, ami mindenképpen hasznos lesz. Itt elsősorban, ahogy a tapasztalatokat már megbeszélgettük, az ellenőrzés résznél hihetetlenül jól használható felületek vannak. Hogyha csak így említeni kell néhányat, mondjuk akkor a Quiziz, vagy a Szokratív, vagy a Kahoot, vagy a Redmenta, tehát nagyon sok lehetőség van, és nagyon jól rá lehet szabni az adott tanulócsoportra, és ez mindenképpen jó lesz. Nem volt könnyű helyzetben városunk másik középiskolája, a Csiha Győző szakgimnázium és szakközépiskola sem, sőt az ő esetükben nem csak az elméleti oktatást kellett átvinni a digitális világba, hanem a gyakorlatit is. Gyakorlatoktatásnál észnél kellett lenni az oktatóknak, ugye vegyíteni kellett itt az elméleti oktatást a gyakorlattal, és ki hogyan tudta sikeresen ezt megoldani. Szerencsés módon már azért az interneten találtak olyan programokat, amelyeket akár a tanulóknak is feltölthettek a gépeikre, az ő segítségükkel is tudtak vele dolgozni, vagy olyan videókat tudtunk átküldeni a tanulók részére, hogy szemléletesen is megnézhesse azt a megmunkálási formát, ami éppen a lecke folyamán van. Szerintem a gyakorlatoktatóink a legjobban megszenvedték ezt az időszakot, és a gyerekek életéből lehet, hogy kimarad egy fontos rész itt a nyári gyakorlat megkezdés előtt, de bízunk benne, hogy azért a többségi időszakot mégiscsak a kétkezi oktatásban töltötték el, és ez érezhető lesz majd a munkájukban. Bár június 2-ával a Csiha is megnyithatta kapuit limitált formában, a hátralévő 2 hétben sok mindent már ők sem terveztek.
nem éltünk azzal a lehetőséggel, hogy gyerekeket 9. évfolyamon kiemelten ugye gyakorlati foglalkozásaikra berendeljünk, és úgy gondoltuk, hogy bízunk bennük, hogy lesz olyan tehetségük, hogy nyáron ügyesen fognak remekelni a duális képzőhelyeken. Azt viszont lehetővé tesszük, hogyha valamelyik kollega szakkört kíván folytatni, és a diákokat behívja rá, illetve volt már igény arra, hogy témazáró előtti konzultációt tartsanak, és ez is természetesen nyitottak vagyunk, és jöhetnek a tanulók bent. A könnyítéseknek köszönhetően, ha mást már nagyon nem is érdemes, azért talán egy közös tanévzárót, ha minden jól alakul, azért még meg lehet tartani. Gyakorlatilag ez a június 2-a utáni nagynyitás, már egy olyan helyzet lett volna tényleg levezetni, lássuk őket, nagyon sokat változtak a gyerekek, mondhatnám, az tizenévesen sokat nőttek, tehát meglepődve vettem magam is észre a visszatérő diákokat, akik az együttműködési papírokat hoztak, hogy Jézus Isten, öregszenek a diákjaink, tehát jó lett volna. Én bízom benne, hogy egy tanévzáró ünnepséget sikerül ott június vége felé megtartani, ahol újra találkozhatunk, addig olyan korlátozás feloldások lesz, hogy ennek nem lesz akadálya, és akkor úgy el tudjuk búcsúztatni az évet, ahogy eddig szoktuk. Erre nagy szükség is lenne, hiszen itt is kurtán furcsán kellett megtartani az érettségit a vírushelyzet miatt, és nem volt ballagás sem. A nyári gyakorlatok viszont most egyenlőre úgy tűnik, már a megszokott menetrend szerint zajlanak majd. A gyakorlati oktatásvezető kollega nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a 9. évfolyamos diákjaink megtalálják a számukra legmegfelelőbb duális képzőhelyeket. Ezek a képzőhelyek fogadják is a diákokat, bár jelen korlátozások közepette még lehetőségük van arra, hogy nem személyes jelenlétű gyakorlati képzésben, hanem távoktatásos, digitális gyakorlati képzésben vegyenek részt. Én bízom benne, hogy ez a nyárra feloldódik, és mindenki a kétkezi munkájával fogja megtapasztalni a gyakorlatot. Ugyanúgy 10-11 évfolyamos ágazati diákjainknak is kell együttműködési partnereket keresnünk, ez már sikeresen lezajlott, hogy ők már mondhatnám türelmetlenül várják a nyári gyakorlat 140 órájának teljesítését. Én úgy gondolom, hogy igyekszünk ezt a feladatot ellátni azokban az esetekben is, ha előfordulna, hogy nem tudjuk ki delegálni a tanulót egy vállalathoz vagy céghez, hisz akkor a mi feladatunká válik, de úgy néz ki, hogy fogadóképesek lesznek a helyi és környékbeli vállalkozók a mi diákjaink iránt. Ilyen volt tehát a 2019-2020-as tanév, amely mindenképpen kuriózumként vonul majd be a történelemkönyvek lapjaira. A lényeg azonban, hogy nagyobb baj nem történt, és reményeink szerint szeptembertől minden visszaállhat a régi kerékvágásba. Hatalmas megtiszteltetés érte a napokban városunkat, ugyanis a Hungarikum Bizottság májusi döntése értelmében a Magyar Értéktárba került a hajdunánási szalmafeldolgozás, mint hagyományos háziipari tevékenység. Hajdunánás messzeföldön híres szalmaiparáról, a szalmafeldolgozásról már több mint 200 éve. Kötötte itt a kalapot, úgy mondták, a szopós gyerek kivételével a legöregebb emberig mindenki. Az első világháború végéig sok-sok családnak jelentett megélhetést, keresett kiegészítést. A 20. század végére azonban majdnem a kihalás szélére került a kalapkötés a szalmásnáláson. Megmaradásában, újratanulásában jelentős szerepe volt és van jelenleg is, hogy közel 10 éve szervezetten a közfoglalkoztatás keretében zajlik a szalmafeldolgozás, amely szinte elsőként került a helyi, onnan a megyei, majd ez év májusában a Magyar Értéktárba is, mint tradicionális háziipari tevékenység. A folyamatról kérdeztük Szólát Tibort, a Hajdunánási Települési Értéktár Bizottságának elnökét. Valamikor a 70-es években, 80-as években ez mondjuk egy múzeumi tárgyá, vagy múzeumi fogalommá vált a településen. Egy-két idősebb ember foglalkozott még ezekkel a kézműves foglalatoskodásokkal, és sajnos az prognosztizálható volt, hogyha ők egyszer elmennek a minden élők útján, akkor gyakorlatilag megszűnik ez a tevékenység a településen. És ami ebben talán újszerű gondolat az az volt, hogy ami volt, az lehet újra. És 2013-ban, 2014-ben elkezdtük újra gondolni, hogy hogyan lehetne újra éleszteni a városban a szalmafonást. Ezt barátokra, partnerekre találtunk a Kőrispatakiakban, akik egyébként, milyen pici a világ és milyen érdekes a történelem, saját helytörténetükben azt írják, hogy valamikor egy nánási asszonytól tanulták a szalmafonást. Szőcs Lajos és családja nemzedékekre visszamenően foglalkozik szalmafonással Kőrispatakon. Ő valamikor a 70-es években nagyon sokat járt nánásra, és az akkor már
megszűnőben lévő, vagy már megszűnt szalmaiparnak a gépeit, berendezéseit a padlásokról vittek Őrispatakra, és mi meg most onnan hoztunk eszközöket, berendezéseket, és magát a búzafajtát is, hiszen a szalmafonáshoz jó minőségű, a fonás szempontjából jó minőségű szalmára van szükség, és tulajdonképpen a tudásból is, az eszközökből is, és magából a búzafajtából is most tulajdonképpen Kőrispatakról merítettünk. Mint már említettük, a nánási szalmafeldolgozás jelenleg a közfoglalkoztatás keretében a helyi sajátosságok csoportján belül zajlik. Az ügyeskező asszonyok közül többen a népi iparművész cím megszerzését tűzték ki célul. Hogy ez nem hiú ábránt, azt bizonyítja az is, hogy az elmúlt évi főváros és Szent István napi körmenet aratókoszorúját ők készítették, nem kis elismerést aratva ezzel. Ők azok, akik a termesztés utána a betakarítástól kezdve átveszik a szalmának az előkészítését, betakarítás, előkészítés és a fonási műveleteket is, és gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy valóban van egy pár olyan kézművesünk, akik ilyen remekeket készítenek, amik megállják a helyüket országosan is. Tavaly évben volt egy nagyon nagy megtiszteltetés a számunkra. Az augusztus 20-ai Szent István Bazilikából induló körmenetnek az aratókoszorúját ezt a hajdunánási asszonyok fonták készítették, és újfent felkérést kaptunk arra, hogy az idei 2020-as augusztus 20-ai körmenethez egy újfent mi készítsük ezt a koszorút, és azt gondolom, hogy az apropó pedig abszolút illeszkedik ehhez, hiszen az országos értéktárba bekerülne, ez egy fantasztikus dolog. Mint az interjú során is elhangzott, ez a folyamat több szereplős, és sok-sok ember munkája van abban, hogy a nánási szalmafeldolgozás a hungarikumok előszobájába, a kiemelt nemzeti értékek sorába, azaz a magyar értéktárba került. Először is azoknak a kollégáimnak szeretném megköszönni, akik most aktív részesei a folyamat előkészítésének, legfőképpen a helyi sajátosságos programban résztvevő uraknak, hölgyeknek, akik vették a bátorságot és a váradtságot, nem kímélve próbálják ezt újra megtanulni. Nyilván külön ki kell emelnem a kőrispataki barátaink, a Szőcs családot, akik nagyon sokszor teljesen önzetlenül, befogadva akár napokra is munkatársainkat próbálják a helyi autentikus környezetben megmutatni, hogy hogyan történik a szalmafeldolgozás, hogyan tudjuk ezt újra tanulni. És én innen is nagy tisztelettel szeretném megköszönni a Városok Falvak Szövetsége elnökének, Halász János úrnak a segítségét, aki végül is segített abban, hogy országos szinten jusson ez az ügy. De így összességében azt gondolom, nagyon sok embernek a munkája van benne, és a egészében pedig ez nyilván a város nagy napja akkor, amikor tényleg bekerültünk az országos médiába. Nagyon sokan fölhívtak, és nagyon sokan gratuláltak ahhoz, hiszen ismerik a városnak ezt a múltját, ismerik azt a történelmi jelentőségét, amit a szalma jelentett, hiszen hogyha itt a környezetünkben nézünk, akkor minket azért még mindig szalmásoknak csúfolnak, amikor kedvesen akarnak becézni bennünket, és nyilván ennek van valamiféle előzménye, és természetesen hálás szívvel köszönöm a jó Istennek, hogy ezt lehetővé tette. Műsorunk végén kérem, tekintsék meg, melyek voltak a mai nánási krónika témái. Trianon 100 városi megemlékezés június 4-én az első világháborút lezáró trianoni békediktátum 100. évfordulóján. Sajtóközleményben emlékezik és emlékeztet a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára a Keresztény Demokrata Néppárt hajdunánási alapszervezete. Aktuális önkormányzati témákról tartott sajtótájékoztatót a Polgári Összefogás képviselőcsoportja. Egy helyi vállalkozás által 3D-s nyomtatással készült maszkokat és arcvédő pajzsokat kapott az önkormányzat a koronavírus elleni védekezést segítve, mellyel elsősorban az egészségügyben dolgozók munkáját szeretnék megkönnyíteni. Szabadtéri Kondi Parkot alakítottak ki a Ligetben, melyet az elmúlt hétvégén már birtokba is vehetett a nagy közönség. A településen lévő sportolási lehetőségek köre az új Kondi Parknak köszönhetően újabb 9 darab kültéri fitness eszközzel bővült. Kis csoportos foglalkozások és felzárkóztató órák zajlanak városunk mindkét középiskolájában. A könnyítéseknek köszönhetően mindkét intézményben azt remélik, hogyha egyszerűbb formában is, de tanévzáró ünnepség keretei között tudnak majd elköszönni az idei tanévtől. A Hungarikum Bizottság májusi döntése értelmében a Magyar Értéktárba került a hajdunánási szalmafeldolgozás, mint hagyományos háziipari tevékenység.
Mai műsorunk végére értünk, én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!